igazi csapatépítő élmény minden évben az APCI gyermekek számára az a vándortábor, amit idén negyedik ízben rendeztek meg. A többnyire általános iskolásokból álló 40 fős gyerekcsapat számára igyekeznek minden pillanatot igazi közösségi élményé varázsolni, egy étkezéstől kezdve a játékos szórakozáson, kirándulásokon át például a sakversenyig. Hétfőn ide bejöttünk, és ott sorversenyeztünk egy csomót, nagyon meleg volt, meg ismerkedtünk először. Aztán kedden kimentünk hozzánk a Molnár tanyára, megnéztük az állatokat, ettünk kenyérlángos, meg limonádét ittunk, trükköztem a kecskékkel, etettük az állatokat. Az APCI fiatalok számára egyhetes változatos programot tudtak összeállítani, a hét minden napjára más helyszín és izgalmas elfoglaltságok várták a résztvevőket. Nagy büszkeségünk, én már negyedik év, ez a negyedik APCI vándortábor, kitaláltuk, megálmodtuk és működik, dübörög, már évelején megtelik. Vándortábor, bár nem ott alvos, minden évben, minden nap hazamegyünk, de minden nap máshol, avagy más csinálunk, és a hét közepére szoktuk tervezni a kirándulást. Idén Szilvásváradon voltunk, tegnapi napon. Nagyon izgalmas, csodahely, elfáradunk, de utazunk. Most busszal utaztunk, tavaly vonatoztunk. Megnéztük Szalajka völgyben, kipróbáltuk a játszóteret, felmentünk az Ősember barlangba, aztán lesétáltunk, megnéztük még a fátyolvízesést, és hazautaztunk. APCI-n a logikai fejlesztő játékokat is kedvelik. Nem csak sakversenyeket szerveznek, de a fiatalságot is megtanítják sakkozni. Sakszakkört hoztak létre, illetve a Pásztúri Sakkegyesület költözött át APCI-ra. Tudor Sándor nem csak a Nógrád vármegyei sakjátékot, de az APCI-t is felkarolta. Terveink között szerepel az, hogy beindítjuk a gyermekeknek az oktatást. Természetesen minden olyan rendezvényt, mint most ez a tábori versenyen részt veszünk, ahol be tudjuk mutatni ezt a szép sportot a gyerekeknek. Oktatást is tervezünk beindítani, és terveink között szerepel még a Heves-Nógrád vármegyei sakcsapat bajnokságon való részvétel. A szívén viseli a sakkozók sorsát és növelni kívánja létszámokat APCI-n és a térségben, épp úgy, mint korábban Nógrád megyében. Az utánpótlás adott, közülük kerülnek ki azok az ifjú sakkozók, akik bekerülnek az APCI sakcsapatba. A táborban kézműveskedésre, gyöngyfűzésre is adódott lehetőség. A vándortábor létrejöttét a Bródy Sándor megyei és városi könyvtár, valamint APCI községi önkormányzata támogatta. De a nyári szünet nekünk hosszú, szülőknek, gyerekeknek nyilván rövid, és persze van több tábor is, nyilván akik focizni járnak, focitábor, úszótábor, APCI-n ugye az egyház megye szervezi a hittantáborokat, tehát azért van tábor bőven. Ebben az a jó talán, hogy itt van helyben, viszont minden nap más helyszínen, és ezért is nevezte el az Andrea vándortábornak, mert megyünk hol ide, hol oda, Kékestetőn voltak, most éppen Szilvásváradon tegnap, ma van egy szép lőterünk, oda fognak menni délután nyársalni. Úgy volt, hogy kint sátoroznak éjszaka, ami nagyon népszerű, de sajnos az időjárás bele fog szólni valószínű, úgyhogy ez a program el lett úgy halasztva. De jó, szeretik a gyerekek, együtt vannak. Köszönjük szépen a vigyázó szülőknek is, mert néhány segítő szülő azért kell 40 gyermekhez, hogy egyik se kallódjon el, és ne rosszalkodjanak túl sokat. Köszönetet mondtak továbbá a Molnár tanya, a lőtér, az ATE sportpálya vezetőinek és az újonnan létrejött sakkegyesületnek az együttműködésért. Jövőre szeretnék újra megszervezni. A közelmúltban módosult a vadászati törvény, a változások között vannak, amelyek a gazdálkodók számára is fontosak lehetnek. Az érintett információkat a MAGOSZ gyűjtötte egy csokorba. Az egyik ilyen változás alapján éjjellátó, célzó berendezés is használható bizonyos esetekben. Az éjszakai lövésre alkalmas célzó berendezés a vadászati hatóság engedélyével alkalmazható a következő esetekben. Ha a vadállomány hatékony szabályozása érdekében, vagy állategészségügyi okokból, kiskorú
korú személy is vadászhat, de szigorú feltételek mellett. Ami szükséges az egyéni vadászathoz, érvényes vadászjegy, a fegyvertartáshoz szükséges érvényes egészségi alkalmasságot tanúsító igazolás, legalább 5 éve érvényes vadászjeggyel és vadászlő fegyvertartási engedéllyel rendelkező, a vadászterületen vele együtt tartózkodó személy, aki a vadászat teljes időtartama alatt a közvetlen felügyeletét és kíséretét biztosítja. Ez a rendelkezés 2023. november 1-től lép hatályba. 5 napra csökken a vadkár megtérítése iránti igénybejelentési határideje. Az indokolás szerint az eddigi 15 nap azért csökken 5 napra, hogy a kár fennállása, illetve annak mértéke pontosabban meghatározható legyen. A vadkár felmérési eljárást az egységes útmutató szerint kell elvégezni. Új szabály, hogy vadkárigényt érvényesíteni csak az Agrárminisztérium honlapján közzétett egységes vadkár felmérési útmutató meghatározott eljárásrend szerint elvégzett, vadkár felmérési eljárást követően lehet. Közúti vadkár esetén szűkül a vadászatra jogosultak felelőssége. Nem minősül a vadászatra jogosult felróható magatartásának, ha a vad az életmódjából, szokásos táplálkozási, szaporodási viselkedéséből következő helyváltoztatása miatt jelenik meg a lakott területen kívül közúton, autóúton, autópályán vagy a település belterületén. A felelősség csak akkor áll fenn, ha a vad megjelenése a vadászatra jogosult tevékenységével áll okozati összefüggésben. Az egykori petőfibányai bányászok leszármazottainak lelkülete ma is példát mutat térségünkben. Egy jótékony célért megmozdul mindenki, piros és fekete. E két szín mindent magában rejt. A Tégyót Petőfibánya fejlődésiért és lakóiért alapítvány, illetve a hozzájuk csatlakozó önkormányzati és civil összefogás nyomán idén 4. alkalommal szervezik meg jótékonysági futball eseményüket, ezúttal a petőfibányai Kolosért és Ábelért lépnek a pályára a magyar válogatott hajdani bajnokai ellen augusztus 10-én csütörtökön. Az alapítvány keretein belül ez a második rendezvényünk. Itt most rendhagyó módon kétfelé kellett venni a rendezvényt. Alapból úgy szoktuk csinálni, hogy egy jótékonysági kispályás focitorna, majd pedig egy gála mérkőzés, ahol eddig a Ferencváros öreg fiúk volt a vendégünk. Most annyiban változott ez, szerintem hát még nagyobb attrakciót, még nagyobb durranást tudtunk elhozni itt a foci szerető közönségnek, és a magyar válogatott öreg fiúkat látjuk vendégül ezen a remek új pályán. A petőfibányai futballcsapat régi álma vált idén valóra a szép zöld gyepszőnyeggel, az 5 millió forintos TAO pályázat és az NDS Green kivitelező, valamint a petőfibányai önkormányzat jóvoltából. A beszerzett locsoló rendszerrel karban tudják tartani. A petőfibányai labdarúgás folyamatosan feljebb és feljebb lépi a szinteket. Megyei harmadosztályból 2 év alatt sikerült 2 szintet előrelépni a megyei első osztályba. Heves vármegye legjobbjai között játszhatnak. Ennek az apropóján lesz most ez a rendezvény, és ezért lesz most rendhagyóan két felé véve. A Lőrinci Város Önkormányzata kölcsön adta az ő pályájukat, és 3 héttel ezelőtt, július 22-én volt ott egy kis pályástorna, ugye megrendeztük, itt volt 8 öreg fiú csapat és 5 gyakorlatilag felnőtt csapat. Nagyon jó kis torna volt, már ott a torna bevétele is egy jelentős összeg, amit majd a Robotka családnak fogunk a támogatására átadni. Augusztus 10-én csütörtökön 6 órakor látványos bevonulással kezdődik a főmérkőzés a magyar válogatott öreg fiúkkal, előtte 5:30-tól beszélgetnek az egybegyűltekkel. A szervezők már a meccs előtt is készülnek egyéb programokkal, a gyermekeknek ingyenesen biztosítanak játszási lehetőséget ugrálóvárral, arcfestéssel és sok más egyébbel. A nap színvonalát emeli, hogy neves magyar élvonalbeli sportolók is kilátogatnak délután a rendezvényre. Mi már előtte készülünk, lesznek gyerekprogramok, lesznek világbajnok, boxolók és más harcművészek. Vendégünk lesz talán 3-4 órától Erdély Zsolt, Madár, mindenki ismeri őt szerintem az ökölvívó berkeken belül. Aztán vendégünk lesz az Exatlonból ismert Rákóczi Renáta, ő már gyakorlatilag visszajáró vendég hozzánk, volt már a tavaly előtti tornánkon is. És még velünk tart még Újváli Izabella, így van, aki a labdarúgásban és a labdarúgásnak így a speciális
formájban, de azt hiszem freestyle labdarúgás, vagy az a dekázgatás, meg ilyesmi abban ért elő 5. és 4. helyezettet, a 4. helyezést itt a világszinten. Akik nem csak a meccsre érkeznek, azok az ismert sportolókkal töltetnek egy kellemes délutánt. Minden évben van egy Petőfi bányai rászoruló család, akiknek felajánlják a befolyt összeget. 2011-ben megszületett Iker gyerekként Ábel és Ócsúja, ahol sajnos 3. napon agyvérzést kapott mindkettő kisgyerek. Ócsúja nem is élte túl. Ábelt 6 éves koráig rengeteg műtétet Spanyolországba, az országon belül rengeteg műtéten esett át. Mozgáskorlátozott maradt a kisfiú, sajnos, de viszont egy igazi belevaló kisrác. Csak hát tudjuk, a mozgás az sok mindenbe hátváltott. Aztán a sors megajándékozta őt egy kistesóval, egy egészséges kistesóval, Kolossal. És amikor már minden úgy volt, hogy na, békesség van, akkor sajnos az édesanyjánál leukémiát diagnosztizáltak. Megműtötték a Szent László kórházba, őssejt beültetésen esett át, és amikor már minden javulni látszott, újra beleesett ebbe a betegségbe, és sajnos tavaly december 31-én feladta a küzdelmet. A két kisfiút így az édesapjuk neveli egyedül. Rajtuk szeretnének segíteni a gyermekek jövőjének megalapozásához hozzájárulni a bevétellel. Nem szervezetnek adjuk, mint mondjuk iskola, orvosi rendelő, ilyesmi, hanem egy konkrét család, konkrét személy, és ez szerintem még szebbé teszi ezt az egészet, mert láthatjuk azt a megható mosolyt, örömöt a szülők, apukák támogatottak arcán, amikor átadjuk ezt az általában jelentős összeget, és ez úgy gondolom, hogy azt a sok fáradozást, amit a Tégyó csapata beletesz a rendezvénybe, aztán egy pillantás alatt így átváltja abba, hogy fú, ez igen, de jó, megérte. A kezdeményezés támogatói jegyekkel, mezlécitekkel és az alapítvány számlaszámára történő utalással is lehet segíteni a két gyermek nevelésének támogatásáért. Hála jó Istennek, újra nagyon sok mezünk van, plusz van egy olyan labdánk, amelyhez úgy jutottunk hozzá, hogy egy névtelen felajánló ajánlotta föl nekünk, és ezen a labdán szerepel Puskás Ferenc aláírása, Grosics plusz a Buzánszky, de mellette megtalálható a Fenyő Miki és a Szikora Robert aláírása is. Ez jelenleg már 200 000 forintnál tart ez a labdalicit, de ugyanúgy a válogatott játékosok, a Gyurcsó Ádám, Lovrencsics Gergő, Sigér Dávid, Ádám Martin, tehát mind felajánlottak egy-egy mérkőzésen viselt mezük, plusz egy nagyon jó barátunk olyan kettő mezt adott nekünk, ami szerintem egyedülálló itt a környéken. A Liverpooltól a Firmino plusz a David Núñeztől kaptunk egy-egy mezt, amely aláírva és tanúsítvánnyal ellátva, tehát nem az, hogy ilyen-olyan homebook, hanem igen, igazi nagy-nagy gyerekje. Az említett labda és mezlicitek mellett az Újpest csapata is csatlakozott egy felajánlással a mezlicitekhez. A mezekre augusztus 10-én 2 óráig várják a liciteket a Tégyó Alapítvány közösségi oldalán és e-mailben. Az ezekből befolyt összeggel is a két gyermeket kívánják támogatni. Amellett, hogy a magyar válogatott legutóbbi 20-30, akár 40 évének jelentős alakja és pályára lépnek majd itt. Emellett igazából a hamarosan 80 éves Petőfi bányai bányász SK mi köztünk lévő legnagyobb alakja is tiszteletüket teszik majd ezen a tornán. Egy részük a fiatalabb generáció az természetesen játékosként, a válogatott ellenfeleként, az idősebb generációt pedig vendégül látjuk majd a mérkőzés után egy gálavacsorára és egy beszélgetésre, és tehát díszvendégként emelik majd a rendezvény nívóját. Bíznak benne, hogy idén is elérik az 1000-es látogatottságot, sokan állnak az ügy mellé. Felajánlásokat a helyszínen is elfogadnak. A kilátogató futballrajongóktól azt kérik lehetőség szerint, magyar zászlót, sálat hozzanak.
Szombatra virradó éjszaka, majd szombat napközben sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként erős viharokra. Hosszabb időszakokra a Dunától keletre sütett ki a nap. Élénk erős zivatarok környezetében viharos lehet a szél. 60 térségében 30 fok körül alakulhat a maximum. Vasárnap kezdetben az ország keleti, északkeleti felén még sokfelé lehet eső, zápor, zivatar, majd délután fokozatosan az északkeleti tájakra szorul vissza a csapadék, mögötte délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, de szorványosan további záporok, zivatarok még kialakulhatnak. A nyugati, északnyugati szél erős, helyenként viharos lesz. A kánikula mindenhol megszűnik, mindössze 20 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála. A jövő hét elején az átlagosnál hűvösebb, szeles időre készülhetünk, a csúcshő mérséklet hétfőn 21 fok körül alakulhat. A napos időszakok mellett elszórtan lehet zivatar.